Jó estét kívánok! Kezdődik az Esti Közelkép, ahol most is aktuális helyi témákról beszélgetünk. Új világszínvonalú ambulancia a szemklinikán. Da Vinci robotsebészeti rendszer a klinikai központban. Új egyetemi kampusz lesz Siófokon. Átadták a Nemzeti Gyártó Kutató Oktató Középüzemet és a Gyógyszerésztudományi Kar új épületét. Ezek mind-mind az elmúlt néhány hét történései. Több milliárdos fejlesztések zajlanak a Debreceni Egyetemen, amelyek az oktatási infrastruktúra mellett a korszerű orvoslás, kutatás feltételeit javítják. A beruházások céljáról, az általuk teremtett új lehetőségekről, valamint a közeljövő terveiről is szó lesz a következő szűk fél órában. Köszöntöm a stúdióban Bács Zoltánt, a Debreceni Egyetem kancellárját, és Szilvási Zoltánt, az intézmény rektorát. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat. Jó estét kívánok, köszönjük mi is. Kancellár úr, hát még felsorolni is nehéz volt az elmúlt néhány hét eseményeit. Azt hiszem, hogy ezek egyenként is egy-egy kisebb fajta mérföldkövet jelentenek. Mit jelentenek? Kezdjük, ha megengedik, kezdjük ezzel az ambulanciával a szemklinikán. Mit jelent ez a betegellátás szempontjából, az ellátás minősége szempontjából? Én azt gondolom, hogy erre rektor úr sokkal avatottabban tud válaszolni. Én tudom mindennek a hátterét, tudom a gazdasági körülményeit, miért csináljuk, mi lesz a jövőben, de a szakmai tartalmát, amire most szerkesztő rákérdezett, én átadnám rektor úrnak ezt a lehetőséget. A pénzügyi rész ott van, a szakmai pedig itt lesz. Nagyon szépen köszönöm. A szakmai rész azért is van jobban talán itt, mert szemészetből én kétszer is vizsgáztam, annak idején megbuktam szemészetből. Viszont az utóvizsgára 5-öst kaptam. A Debreceni Egyetem szemklinikája az az ország egyik legnagyobb tradíciójú szemészeti szakintézménye. Tehát itt óriási nevek vannak, mint Kettesi Aladárra gondolunk. És hát nyomasztó lehet a szemklinika mai igazgatójának ilyen elődök árnyékában menni elő, de ez Fodor Marian igazgatóasszony rendkívül jól megoldja. Hagyományosan erős a kornea és a retina sebészeti, tehát a szaruhártya, illetőleg az ideghártya sebészete. Ugye most egy kornea laboratóriumot adtunk át, ahol nagyon sok nemzetközi hírű szaktekintély foglalkozik a szaruhártya átültetéssel és a szaruhártya sebészetével. Hát ez nagyon hiányzott. A klinika teljesítménye messze megelőzte az infrastruktúrális színvonalát. Most talán egy kicsit, legalábbis a kornea sebészetben biztos, hogy utolérte. És hát ez ebben a kis szekvenciális eseménysorban valóban ez volt az első. És valahogy utána, ahogy egyre jöttek az események, más hasonló, nagyon fontos infrastruktúrális beruházások történtek, ugye a robot és a hibrid labor, ez a kettő, ami kiemelkedik, és hát ugye a klinikai központ a jelenleg hatályos betegellátási kötelezettsége mellett is az ország legnagyobb betegellátó rendszere, magasan, mindenkinél nagyobb, és stratégiailag pedig arra készülünk kancellár úrral és klinikai központ elnök úrral, hogy a betelepülő vállalatokat is ki tudjuk használni, és egy nagyon fejlett térítéses betegellátó rendszert alakítunk ki. Hát ezek az infrastruktúrális beruházások stratégiai oldalon ezt szolgálják. Hát én azt gondolom, hogy egy kicsit maradva a szemészetnél is, mert ugye, ha jól tudom, a precíziós műtéti eljárásoknál, ha már itt szóba hoztam a Da Vinci robotsebészeti rendszert, akkor ezt a gépet nagyon lehet ott is használni, nagyon korszerűnek számít, ugye, ahogy szoktuk mondani, hogy a világ nagy részén ez ma már nem a jövő, hanem a jelen. Hát principálisan a Da Vinci robotsebészetben a klasszikus sebészet, a gastroenterológia, illetve a mellkas sebészet, az urológia, a szülészet, nőgyógyászat és a fülorgégészet első vonalban érintett. Utána az egyéb szakmák is következhetnek. Itt azt kell tudni, hogy itt jóval precízebben, sokkal kisebb hibaszázalékkal és méretben sokkal miniatűrebb körülmények között lehet a Da Vinci robottal műteni. Egy nagyon fontos dolog, hogy veszünk egy robotot, oké, gyönyörű, de Mohos Nagy Éva művésznő szavajárásával ugye
építünk egy operaházat, a falak nem fognak énekelni. A robotsebészet pedig a sebész számára is egy megtanulandó, nagyon metikulózus más szakma. Nincs kontaktus a szövettel. Hát valakit kinyitok, valamilyen szerven manipulálok, érzem, hogy ott lüktet az artéria, arra megy a véna, kemény vagy lágy, szakadozott a szövet. Ez a taktilis élmény a robotsebészetben nincs. Nagy szerencse, hogy az endoszkópos sebészet az hasonló, és ott van rutinja a sebészeknek, de most még talán egy kezemen tudom megszámolni, hogy a Debreceni Egyetem manuális szakmáinak a vezetői közül hányan vizsgáztak le nemzetközi szinten robotsebészetből. Itt nagyon sok tanulnivalónk van, és nagyon sok a teendő. Sőt, ha mondjuk ön egy sebész, és elvégez egy robotsebészeti műtétet sikeresen, de aztán egy hónapig endoszkóposan vagy nyitott has mellett műt, akkor mielőtt belemegy a következő Da Vinci robot műtétbe, gyakorolnia kell. Mert egészen más az élmény, egészen másak a feladatok. Na most a lényeg inkább ott van, hogy sok olyan sebészünk van, és humán erőforrás tartalékunk, ami ennek a robot technikának a technikai színvonalához nagyon gyorsan föl tud nőni. Ez nagyon megnyugtató a debreceni betegek számára, hogy már most azért néhány műtét fajtánál, ha robotsebészeti megoldásra kerülne a sor, akkor nem jönnénk zavarba. Akkor vissza. Egy érdekességet hadd tegyek hozzá, amire sokan nem is gondolnak, hogy az orvosképzésben a motorikus mozgás fejlesztése érdekében olyan dolgokat kell bevezetni, sőt az előtanulmányokból esetleg elismer, hogy aki jól zongorázik, és még jól is tanul, annak a keze jobban fog mozogni egy ilyen robotműtéthez, vagy jól pingpongozik. Úgyhogy ezek is bekerülnek a képzésbe, és van már olyan egyetem, aki zongora tudásért pluszpontot ad az orvosképzéshez ezek miatt. Akkor, vagy a számítógépes játékok, a billentyűs, egeres játékok, ugyanez. Hogy akkor elmondom, én ott elképedtem ezen a bizonyos bejelentésen, amikor azt mondták, hogy azok, akik konzolon, hogy az első kérdés, hogy játszik-e számítógépes játék konzolon, mert aki játszik, az handicappel indul a robotsebészeti tanulmányait illetően, úgyhogy ez nekem egészen elképesztő élmény volt. De akkor most az orvoslásról egy kicsit vissza a stratégiához. Siófok, új kampusz. Mikor jött az ötlet, és honnan, mi táplálja a Debrecen Egyetemnek ezt a fajta terjeszkedését az országban? Nem csak az országban, a határokon túl is, és nem most, hanem már régóta, hiszen akár Dél-Koreában is van felkészítő intézetünk, de ugye Nagyváradon, Beregszászban is ott vagyunk, és itt Kelet-Magyarországon nagyon sok városban, Nyíregyházán, Szolnokon, Mádon, Kisvárdán, és még sorolhatnék néhányat. A Debreceni Egyetem tulajdonképpen nevében Debreceni Egyetem, de regionális, országos és határon túl intézmény, és sőt a 7300 itt lévő diákunk, aki most itt van, meg az a több tízezer, aki végzett az elmúlt években, ez a világba elvitte magával a Debreceni Egyetemet mindenhova. Úgyhogy egy nemzetközi brandről beszélünk. A siófoki történet pedig ebben a vonulatban tulajdonképpen egy véletlen műve egy év alatt alakult ki, ez a most bejelentett lehetőség. A gazdaságtudományi karunk tavaly indított egy településvezető képzést, amit a TEOSZ-szal, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségével gondolt ki. Ennek a szervezetnek a vezetője a Schmidt Jere, aki egy tabi polgármester, Tab nem messze van Siófoktól, és hát gondoltunk arra, hogy ennek a település vezető képzésnek jó lenne egy dunántúli helyszínét is megszervezni. Tavaly nyáron így kopogtattunk be a siófoki polgármesteri hivatalba, hogy ott a művelődési házba, vagy valahol tudnának-e nekünk egy állandó helyet biztosítani, ahol egy ilyen település vezetői képzést meghirdetnénk. És hát az ottani polgármester úr azt vetette fel második mondatában, hogy igen, persze, de hát van itt ez az épület, ahol korábban volt két főiskola, a Gábor Dénes, meg korábban a Kodolányi, de hát ők szűk képzési területtel nem nagyon tudták betölteni azt a szerepet, amit szerettek volna, és hogy bennünket érdekelne-e.
hazajöttünk, és akkor itt rektor úrral, dékánokkal, az egyetemi vezetéssel megbeszéltük, hogy mit tudnánk ott csinálni. És olyan széles képzési spektrum irányt volna ott igény, és nem csak képzés, kutatás, rendezvény, helyszín, stb. Ez egy 10 000 négyzetméteres ingatlan, ami nyilván ott azt mondják, hogy ez a városnak a legértékesebb ingatlanna, amit a város jövője érdekében szívesen biztosítanának felsőoktatási tevékenységhez, és miután itt körbejártuk, úgy döntöttünk, hogy ebbe belevágunk. Kvázi egy nagyon korrekt megállapodást kötöttünk, mi vállaltunk egy 1 milliárdos felújítási költséget, ami tulajdonképpen a bérleti díja is egyben az épületnek 15 évre, és fel fogjuk tölteni, de úgy látjuk a múlt heti bejelentés után, és szerintem ehhez rektor úrnak is lesz kiegészíteni való, hogy sokkal többet adhatunk és kaphatunk, mint amit előzetesen gondoltunk, mert már itt egy hét alatt nagyon sok minden megmozdult, és nem árt a Debrecen Egyetemnek egy dunántúli központja is. Hát a képzési paletta, azt hiszem, hogy ezzel a lehetőséggel tovább színesedhet. Igen. És én balatoni gyerek vagyok. Teljesen tisztában vagyok a balatoni települések alapproblémáival. Az egyik, hogy gyönyörű helyen fölnevelkedett gyerekek. Ugye néhány évtizeddel ezelőtt a Balaton és Budapest volt a csúcs az országban. Na most ezek a gyerekek kitűnő középiskolákban, tényleg nyelvtudással, ott nagyon fontosak az, hogy sok nyelven beszéljenek a diákok. 18 évesek lesznek, elmennek Pestre és nem térnek vissza. Ez az egyik borzasztó fontos dolog. A másik pedig, hogy a szezonális jellegű bevételek alapozzák meg a helyi önkormányzatok működését. Na hát mi nem szezonális tevékenységet folytatunk, hiszen oktatunk. Azon kívül az egyetem harmadik missziós tevékenységei kapcsán is a siófokiak látták a példát, hogy iparral, regionális önkormányzatokkal, pénzintézetekkel, a mi 4-es Sérix innovációs struktúránk alapján mire jutottunk Debrecenbe, meg máshol. És polgármester úr kifejezést adott annak, hogy ezt szeretné. Ez viszont magyarázat egy picit arra, amit nem hiszem, hogy magyarázni kéne, de mégiscsak ott van valahol a mondatok mögött, hogy miért Siófok és Debrecen talál így egymásra. Meggyőződésem, hogy az oktatási innovációs modell, amit kancellár úrral az elmúlt 11-12 évben sikerült olajozottan működővé tenni, ezt most Siófok készen kapja a helyi viszonyokra adaptáltan, és én azt hiszem, hogy amit várnak tőlünk, azt alapjáraton tudjuk hozni, de nagyon sok olyan helyi adottság van, ami nekünk is különleges. Ez az oktatási intézmény egyébként a Hullám és a Sió két háború közötti sztárszálloda, amiről beszélünk, ott játszott a meseautó. A Kabost, Gózon Gyulát, Jávor Pált, Gombaszögi Ellát, azt ott látta ennek a szállodának az összes termeibe is előtt a Balatonparton. Na most erre az van kiírva, hogy Debrecen Egyetem Siófok Campus. És a Siófok van nagybetűvel, tehát egy picit azt is érzékelteti ez a tranzakció, hogy mi nem ledominálni akarunk egy kisebb települést, hanem abban a szegmensben, amire ő előre akar lépni, és amiben nekünk tapasztalatunk van, ott fölhozzuk. Szolnokon ugyanez volt a modell, bár teljesen más város Szolnok, meg Siófok, de ott is az egy viszonylag csekély hallgatói létszámot nagyon jelentősen föl tudtunk hozni, és most már a szolnokiak büszkén beszélgetnek az utcán, piacon, hogy kérem szépen, egyetemi város vagyunk, nem egy lecsúszó iparváros. Ez óriási különbség, meggyőződésem, hogy az egyetem szempontjából is, a érintett városok szempontjából is, de az ország szempontjából is. Mennyi, meg azt kiegészíteném, hogy amit a rektor úr is utalt, hogy mi nem küldözgetni fogjuk oda a kollégáinkat, hogy szaladjon le egy fél órára, vagy egy napra, vagy egy hétre, hanem ott helyben ki kell építenünk azt a kapacitást, azt a tudást, ami a Debreceni Egyetem know-how-jából és eljárásrendjéből ered. Nyilván fognak oda járni a kollégák. A karaink 8 dékán volt ott a múlt héten azon a bejelentésen, ahol ezt a szerződést végül is a Siófoki Önkormányzattal aláírtuk. Rendkívül
nagy visszhangja volt az egész Dunántúlon, mit keres a Debreceni Egyetem Dunántúlon kérdésére. Ezek ilyen fura kérdések számunkra, hiszen az egyetemek össze-vissza vannak az országban. Az ELTE ott van Szombathelyen, mi ott vagyunk Nyíregyházán, az Óbudai Egyetem ott van Székesfehérváron és a többi, tehát ezek valójában nem kérdések, de a Debreceni Egyetem megjelenése egy viszonylag csendesebb környezetben, hát felkavarta az állóvizet nyilván, mert a versenyhelyzet megteremtődik. Meg ugye ön egy siófoki gyerek, tegyük fel. És a városnak a legszebb épülete, ami gyerekkorában milliószor elsétált előtte, az előtte levő Balatonparton játszottán, ott ment bele először a Balatonba, azt látja, hogy itt egy olyan hely van, ahova visszajöhet dolgozni. És nem is visszajön, hanem ott marad, mert elvégzi a középiskolát, beiratkozik a Debreceni Egyetemre, elvégzi, és ott a régiónak a szellemi elitjét ő fogja alkotni. Egyáltalán nem mindegy, hogy kik lesznek a jövő polgárai Siófokon, és a debreceni polgárnak azért tradicionálisan van egy márka neve. Hány hallgatóról beszélünk egyébként potenciálisan? Mi van az önök szeme előtt? Ugye a Debreceni Egyetemnek van egy hallgatói kapacitásra történt szerződése, azokat azért a disziplinák nagy többségében mi kihasználjuk. Debrecenben, Nyíregyházán, Szolnokon szükségünk lesz átcsoportosításokra, de egy felsőoktatási tevékenység azért nem egyik évről a másikra épül. Eleve 25 szeptemberében fogjuk tudni a meghirdetett képzéseket elindítani, az nem azt jelenti, hogy már 24 őszétől nem tartunk ott majd különböző rendezvényeket. És hát meg lesz a felújítás, meg már van sok tervünk, például a jövő évi Ultra Balatonnak az egyik váltópontja már ott lesz, programokkal, stb. Tehát be fogunk ott épülni a mindennapokban is. És hát ez a felsőoktatási létszám azért egy 5 év alatt fog kiderülni, hogy milyen szakokon, mire van igény. A Balatoni Tudásrégióba is be kell épülnünk. A szakképzési centrummal kötöttünk egy megállapodást, ugye a legnagyobb szakképzési centrum ott a siófoki, ami tulajdonképpen az egész Balatonra hatással van. Ott volt a Balatonboglári polgármester, stb. Tehát azért ott is egy kicsit régióba gondolkodunk, nem is csoda, hogy a versenytársak is fel fogják vértezni magukat. Az nem baj. Vendéglátás, turizmus, és ahogy hallottam, ott hajók is vannak Siófok környékén, a gépészeti tevékenység is, ugye? Boris van. És ugye mindennek van alapja, tehát nem úgy van, hogy de szép város ez a Siófok, akkor vakarjuk a fejünket, hogy mit is kezdjünk vele, nem? Vannak elképzeléseink, a 8 dékánt nem random választottuk ki, hanem előtte felkészülő beszélgetések voltak, tettünk egy oktatási ajánlatot a polgármester úr számára, és megkérdeztük, hogy mire van szüksége. Tehát ott az informatikai műszaki képzés, ugye a hajókhoz itt elsősorban műszaki területen van képzési kapcsolódás, de például a borászathoz, hát van egy Bádi Borakadémiánk, az egyik legexkluzívabb az országban. Az meg egy másik történelmi régió, tehát én azt gondolom, hogy aki a balatoni bort is meg tudja szeretni, meg a Tokaj hegyaljait is, az már rossz ember nem lehet. Debrecen Egyetem integrátor szerepben. Kancellár úr, és még marad egy kis időnk, én nagyon bízom benne, a tegnapi nagy esemény. 12 milliárdos fejlesztés, és hát ahogy láttam a képeken, nekem nem volt szerencsém személyesen ott lenni, de ahogy láttam, azt hiszem, hogy ez is megérkeztünk ebből a szempontból is Európába, a világszínvonal. Hát, igen, is megvan. Azt gondolom, hogy maga a kinézet és a tartalom is világszínvonal. Hosszú idő volt az előkészítés, tegnap is elmondtam ott, hogy azért az elmúlt kicsit több mint másfél év az nagyon-nagyon kemény volt, nagyon sok embernek volt egy pont 2022-ben, amikor leültünk egy körbe megbeszélni, hogy lemondjuk ezt a projektet, mert nem haladtunk vele úgy a korábbi másfél év alatt, vagy nekiduráljuk magunkat, és egy teljesen új koncepcióval létrehozzuk a csodát, és hát több száz ember munkája kellett hozzá, és nagyon sok időben, éjjel-nappal, a kivitelezés időszakában, esőben, hóban, fagyban, sárban, és tehát el nem lehet mondani, hogy mennyi közbeszerzési, pályázati, elszámolási, módosítási, forrásemelési, saját forrás hozzárakás, de azért tettük ezt meg, mert az a Science Park, ami ott a Vezér utcán van, az az egyetem jövője.
és ebben a gyógyszerésztudomány, meg az egészségipar az alapkő. De ez is rektor úrnak azt hiszem, hogy ez szívügye, egészségipar. Hát nézze, amikor én Debrecenbe jöttem 25 évvel ezelőtt, egy gyógyszergyár volt Debrecenben. És megbeszéltük kancellár úrral, hogy a regionális iparági koncentráltság tekintetében Debrecen adottságai nem sokkal rosszabbak, mint Leverkusené vagy Züriché, komolyan mondom. És ugye ezek 1912 óta működő virágzó gyógyszeripar van, és műfajilag az, hogy mi képesek vagyunk gyógyszert gyártani kis szériában, középméretben, ebből nagyon sok mindent ki lehet következtetni, plusz ott van mögötte gyógyszerfejlesztések szempontjából az ország legnagyobb egészségügyi ellátórendszere. Az azt jelenti, hogy nekünk házon belül van most mindenünk ahhoz, hogy gyógyszert fejleszünk és gyártsunk, meg bérgyártsunk, meg tovább lépjünk. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy ágazati mérföldkő is, az egyetem történetében is az, és még egy fontos elem, hogy meg az alaptevékenységünk, hogy mindehhez a nagyon-nagyon technológiai intenzív, nagyon rigorózus szabványokkal körbebástyázott iparágban mi képesek vagyunk ezt megtanítani a gyógyszerész hallgatóknak, hogy ezt hogy kell csinálni. Hát gyógyszeripari mérnök, ipari farmakológus képzés alig van Európában egy-két helyen, meg itt. Ez a Science Park, érdemes rá odafigyelni, hogy mi lesz ebből 10 év múlva. Ez az első, az innovációs központ volt a nulladik elem, ami egyetemi hatáskör, mert nyilván két cég korábban betelepült, de ez az első olyan, ami azt mutatja, hogy mi lesz. Két másikat nem sokára átadunk még ebben az évben, és amiket még oda tervezünk, az nagyon meghatározó lesz az egyetem a város életében, és szerintem ott az azon a környéken élő lakosságnak is. Elárulhatunk-e még valamit a jövőbeli, akár a közeljövőbeli tervekről is? Mire készül az egyetem? Mert ez a lendület, ez egyébként bámulatos valóban. A lendületet úgy lássa, hogy ez egy exponenciális dolog. És tulajdonképpen, ahol nem sértünk titkot, az az, hogy nemzetközi léptékbe megyünk át. Ez a jövő. Kancellár úr, egy rövid zárszó. Jövő héten is lesznek még események, tehát nem álltunk meg, és nem a választásokhoz készült ez, mert utána is folytatódik ez a nyáron, az ősszel. Nagyon sok minden beérik, és... lesz még mondani valamunk, de azt még most nem mondhatjuk el. Akkor a jövő héten, akkor ez titok, itt marad, de a jövő héten leplezzük, lerántjuk a fájtlat róla. Köszönöm szépen mindkettőjüknek, hogy itt volt. Köszönjük szépen. Eddig tartott ma az Esti Közelkép. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra.